Jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim! Itt a Hírtorony híradó. Szomorú hírrel kezdem. Búcsú Tagszereggyöjtől. Nekrológ. Gyászba borult a Pilis-Vörösvári Fürdőköz utcai ház. Elment, itt hagyta szerető feleségét és két gyermekét, akikért rajongott. Ma is döbbenetten gondolok arra tényre, hogy elment. Egy életerős, élete terjében lévő igaz barát. Gyászolunk akkor, amikor örvendezünk Jézus születése alkalmából. Búcsúztak szerető felesége, gyermekei, barátai, valamint munkatársai, a galambásztársai a Pilis-Vörösvári temetőben, ahol örök nyugalomra helyezték Gyuri földi maradványait. Jól ismertük szelítségét, közvetlenségét. Én ugyan később kerültem közelségébe, a Budapest 13. kerület Tomor utcai üzletében, egy látogatás alkalmával, ahol rendszeresen voltak jelen postagalambászok is. Üzlete egy galambász találkozó hely volt. Ennél fogva a postagalamb sporttal, tenyésztéssel kapcsolatosan mindig friss információkkal rendelkezett, mely tovább is adott, mindazoknak önzetlenül, akik igényelték. Gyurit a véletlennek köszönhetően ismertem meg személyében egy kiváló galambászt. Barátságunk több évtizedig tartott, mert állítom, őszinte barátság, önzetlen barátság kötött össze. Ő így búcsúzik tőlünk. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Igen, itt marad belőlem néhány pillanat tiszta szívű emberséged, sportbarátság iránt, akik versenye eredményeidet talán soha nem felejtik. Te, aki a közösségnek szentetted fiatal éveidet, te, aki Pilis-Vörösváron korábbi évtizedekben az A49 Postagalamb Sport Egyesület elnöke voltál, de tagja voltál a Solva 95 klubnak is, ahol galambjai többségét versenyeztetted. Tudom, bizonyítható tény, hogy kedvenceid 4 év alatt 95 díjat repültek össze. Igaz, ebben nagy szerepe volt Krisztiánnak, aki édesapjának, Gyurinak a jobb keze volt. Elment egy családszerető, kiváló segítőkész társunk. Egy korábbi interjúban azzal köszöntünk el egymástól. Folytatjuk. Sajnos nem sikerült. Egy szürke homban tér a földfia. Nézzétek, az a nagy tragédia. A sötétebb, a mindennapos, a szürke életnek komédiája. Tekintsetek, kacagva, sírvarája. Fájó szívvel és soha nem feledő búcsú, baráti tisztelettel búcsúzom tőled, barátom. Nyugodjál békében!